Előre kitöltött receptjeért érkezik Olán Szabolcs az Endrefalvai házi orvosi rendelőbe 2018 nyarán, amikor ott jártunk. A településen akkor sem volt, és azóta sincs állandó házi orvos. A helyettesítő csak heti kétszer két órát van a faluban. Ha máskor kell orvoshoz fordulni, akkor nagyjából 4000 forintba kerül az úti költség, hogy a helyiek eljussanak a legközelebbi orvosi ügyeletre. Mi megtaláljuk a körzeti orvost, el kell menni még 10 kilométert is. 472 olyan praxis van az országban, amelyet jelenleg nem tudnak betölteni. Van olyan település, ahol egyszerre több üres házi orvosi állás is van. A kormány két nappal karácsony előtt módosította a praxisok ellátásáról szóló rendeletét. A bürokrácián próbáltak enyhíteni azzal, hogy az önkormányzat akkor is felvehet házi orvosi szakvizsgával még nem rendelkező szakorvosokat, ha a korábbi házi orvos még dolgozik, de nem sokára nyugdíjba megy vagy elköltözik. Egész egyszerűen arról van szó, hogy az egyéb szakképesítéssel rendelkező kollégák házi orvosi rendszerben történő bekapcsolódását segítheti, tehát lényegében egyfajta adminisztratív könnyítést jelent a számukra, ugyanakkor nagyon fontos itt is hangsúlyozni, hogy ez nem jelenti azt, hogy ezen kollégáknak ne kell ilyen háziorvostan szakképesítést szerezniük. Az új szabályozás szerint 16 olyan szakorvosi végzettség van, így például a belgyógyász, kardiológus vagy gastroenterológus, amelyek esetében nem kell háziorvosi szakvizsga a kezdéshez. De az így betöltött praxisoknál is 5 éven belül le kell tenniük a vizsgát az orvosoknak. A legtöbb betöltetlen házi orvosi praxis az Állami Egészségügyi Ellátóközpont legfrissebb nyilvántartása szerint Borsod-Abaúj-Zemplén megyében van. Itt 63 házi orvos hiányzik hosszabb, rövidebb ideje. Nem sokkal jobb a helyzet Jász-Nagykun-Szolnok megyében, itt 42 orvos hiányzik. Pest megyében 38, Békésben 32, de még a legjobb helyzetben lévő Baranyában is van 9 betöltetlen házi orvosi állás. Kerestük a kormányt, írásban azt válaszolták, hogy reményeik szerint a most bevezetett változtatás után több szakorvos vállal majd házi orvosi praxist.